A Tolna megyei szakképzési centrum Percelmor Technikum és Kollégium jelenleg 15 féle szakképesítést adó képzésre várja a jelentkezéseket. Amennyiben valaki utóbbi megszerzésén gondolkodik, érdemes a szakképző intézményeket választania, mert a megújult rendszerben egy képesítés megszerzése ingyenes. 2021 őszén tanfolyami képzések indításában gondolkodunk a Percel Technikum és Kollégiumban, mert szeretnénk mindenki számára alternatívát kínálni, aki a tudását bővíteni szeretné, elmélyíteni szeretné, vagy esetleg egészen más irányban gondolkodik. Azt kell tudni ezekről a képzésekről, hogy tanfolyami jellegű képzések, tehát sokkal rövidebb idő alatt el lehet végezni, mint egy normál szakképesítést. Nagy előnyük, hogy a korábbi tapasztalatokat beszámítással, előzetes tudásbeszámítással érvényesíteni tudjuk, így lehet a képzési időt még tovább rövidíteni. Nagyon fontos, ez egy blended oktatásról beszélünk, tehát különböző oktatási formákat ötvöz, személyes, online kontaktórákról beszélhetünk, önálló tanulásról, ami azt jelenti, hogy azért egy munka világában dolgozó személy számára ez egy sokkal rugalmasabb egyéni tanulási utat fog biztosítani. Nagy előnye még azt gondolom ezeknek a képzéseknek, hogy minden segítséget meg tudunk adni, tehát biztosítunk egyéni kiscsoportos konzultációkat, a tananyagokat és a szükséges vizsgára való felkészítés és teljes egészében az iskola fogja koordinálni. Számos szakirányba gondolkodtunk, főleg azokra gondoltunk, akiknek esetleg magasabb szintre szeretnénk emelni a tudásukat. Itt ugye egyrészt kiindultunk abból a pénz világából, hiszen mi, mint volt keri, vagy a régi világban, ahogy mondták, a Percel, a helyi iskola, az abban, annak a profilja az elsősorban erről szól, a banki szféráról, vagy a pénzügyi szféráról. Ebben kínálunk versenyképes szakképesítéseket, munkaerő gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintézőt, de kínálunk üzletvezetőt, vállalkozási mérleképes könyvelőt, vagy akár kínáljuk alternatívaként a számítógépes adatrögzítőt is. Aztán emellett vannak ugye az új szakirányok, ez az IT területeken, a webfejlesztőtől a multimédiás területen is kiválunk, vagy az informatikai támogató munkakörben is kínálunk olyan végzettségeket, amivel azt gondolom versenyképesen el lehet helyezkedni. A szakképesítés tulajdonképpen a korábbi tanfolyami képzések megfelelője, viszonylag rövid képzési idő alatt teszi lehetővé a bizonyos munkakörök betöltésére jogosító végzettségek megszerzését. Akár tanulás, vagy akár munka mellett is jó alternatíva lehet azok számára, akik bővíteni szeretnék a tudásukat. A bekapcsolódásnak nem akadálya a meglévő tanulói jogviszony sem. Ezek ugye azért bemeneti követelménye is rendelkeznek, nem biztos, hogy mindenki mindenre alkalmas, hiszen van, ami mondjuk általános iskolai végzettséggel is választható, van, ami közép szintű végzettséggel választható, és van, ami nem már bizonyos alkalmazás szintű tudást is igényel. Aztán ez mellett kínálunk számos olyan képzést, ami nem biztos, hogy mi profilunkban van, de azt gondoljuk, hogy versenyképesek, és lehet, hogy a környező vállalati struktúrában is illeszkednek, ezért mondom azt, hogy vannak olyanok is, amik meglepő módon kerültek be, ilyen például akár a fitness instruktor, vagy a csoportos fitness instruktor, vagy akár mondhatnám, hogy a szállodai recepciós, vagy a falusi turizmus szolgáltató. Ezek mind olyan képzések, amit azt gondoljuk, hogy ha itt fölmérjük az igényeket, azért lehet, hogy van rá kereslet. Tehát igyekeztünk széles körben, és akkor vannak egyéb képzéseink, amik tényleg azt mondom, hogy lehet, hogy valaki abban gondolkodik, hogy teljesen pályakorrekciót vagy pályamódosításban gondolnak, ilyen például a gyógypedagógiai asszisztensi munkakör, vagy akár azt mondom a családellátó, vagy a kulturális rendezvényszervező, ami lehet, hogy egy régóta az emberben működő vágy vagy államnak a megvalósítását is fogja jelenteni, mert ezek is azt gondolom olyan területek, amikben kevés az utánpótlás, és mégis azt mondom, hogy manapság keresett szakképesítést tudnak adni. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolákban tavasszal indultak el az első szakképesítést adó képzések, melyek közül több is igen nagy érdeklődést váltott ki. Az iskolák kínálata egyre bővül, az intézmények igyekeznek minél jobban alkalmazkodni a felmerülő igényekhez. Az oktatásokról részletesen is tájékozódhatnak az iskola, illetve a Tolna megyei szakképzési centrum honlapján, ahol online jelentkezésre is van lehetőség.